Hello mindenkinek, üdvözletem! Otthonról jelentkezem. Hát megmutatom azért, hogy mi a helyzet, milyen, mi van a hűtőben, miket eszek általában, miket eszünk. Aztán, ja, tehát akkor, ja, ez hosszú távon elég sok jó dologhoz és eredményhez vezet. Megéri szerintem mindenképp utána nézni, elgondolkozni, meg életmódot váltani, így van. Na, mutatom is. Ilyen. Most minden héten bevásárolunk, azt kell tudni, heti egyszer, egy komolyat, és akkor utána ezeket osztjuk be napról napra. Na, mutatom is itt a dolgokat. Van ilyen káposzta, tojás, akkor itt külön van választva, ez az én szekcióm, akkor itt vannak ilyen ásványvíz, ez mindig van, kell a böjtölés, ez itt konzervek. Mutatom ezt is, készételek, minden egyes nap szinte ilyeneket eszek, ezeket. Megnövelem a volumenét, mondjuk egy ilyen jó kis konzervvel az ételnek, ennek az ételnek a volumenét, 1400 kalória. Ez mondjuk egy ilyen konzerv, mondjuk, igen, mennyi kalória ez? Igen, ez mondjuk 40 kalória, borsó, ha minden igaz, jól mondom? Kb. 40 kalória, basszus. Kukorica az nyilván több, vagy a bab, de sokkal nagyobb az étkezés, kitölti a gyomrot, és mégis egészséges, meg kielégítő, nagyon így. Vannak almák, mindig van alma is. Mutatom. Főzünk ilyeneket is. Ez az élet, gyerekek, ez az élet. Vannak, van ilyen kenyér is mondjuk, de ezt nem én eszem. Tartós, teljes kiörlésű. Ez is így akcióban, így egészen megéri, mindig így akcióban megvesszük. Így megérem, hogy 180-ért aránylag egészséges kenyér, aztán mégiscsak egy fél kiló rizs. Ilyen dolgok, gyerekek. Azt figyeljétek. Fogyos gyümölcs a zapkásába, itt hétről hétre. Hogy mutassam így? Fogyasztott gyümölcs. Akkor hal. Fagyasztott hal, fagyasztott zöldség, húsok, azt mondjuk nem én eszem, ezt apám eszi, de hogy ilyenek. Én is eszek hús, nem vagyok vegán, azért azt ki kell jelenteni. Az fontos, csak hogy aránylag keveset. Meg vannak itt citromok, de sok, túl sok dolog nincs, viszont olyan dolgok vannak, amik kellenek, amik jót tesznek a szervezettel, meg mégis azért kielégítőek. Ezekre lehet építkezni úgy igazán. Mutatom a izét is, az zab, le van darálva, itt van be van készítve. Nagyszemű zab, pehely. És akkor az ledaráljuk, akkor az ilyen komoly baj így előre. Itt is zappej. Bemutató van, gyerekek, bemutató van. Aztán jó, így lehet azért jól kinézni ilyen kaják mellett, simán. Meg komoly edzések mellett persze. Ja, na, sziasztok, ez ilyen kis rövid bemutató volt.